Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Tudom, hogy nagyon rég volt videóm, ne haragudjatok, viszont nem szerettem volna sminket csinálni, se lovas videót, valamiért egyébként a két utolsó videómat, amit itt és itt láthattok, nem szeretétek annyira, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy vlogot hozok nektek, viszont Pesten annyi dolgunk volt mostanában, ahogy tudjátok, elindult a Brodapest, és rengeteget forgattunk, a mellékvideókat is folyamatosan csináltuk, úgyhogy arra nem volt időm, hogy egy jó programokkal teli vlogot csináljak nektek, viszont most itthon vagyok vásárhelyen megint, és most rengeteg dolgom van, úgyhogy jönni fogtok velem egész nap, és reméljük, hogy mindent el tudok intézni ma. Ha nem, akkor még holnap is fogom folytatni ezt a videót, de nem is húzom tovább az időt azzal, hogy beszélek össze-vissza, induljunk a tanyára, és ott folytatjuk. Szóval kint vagyunk a tanyán, és a jó kis szokásos hátterem. Elmondom nektek gyorsan, hogy mi is lesz a mai napnak a menete. 8 óra van, tehát még mindig iszonyatosan korán, de ma már kicseréltük az aksit az autómba. Ugyanis múlt héten úgy döntött, hogy egyszerűen nem indul el. Biztos láttátok egyébként a sztorimba, hogy Bence segített Bika kábellel elindítani, hogy egyáltalán haza tudjak jönni. Habár haza tudtam vele jönni Pestről, onnantól sehol nem indult, leraktam a ház előtt, és ott is maradt. Úgyhogy hoztak nekem aksit a cégtől, és életre keltettük a kis járgányt. De előtte én már voltam vérvételen, amit szerettem volna megmutatni nektek, de aztán eszembe jutott, hogy biztos sokan vagytok, akik nem szeretik a tűt, nem szeretik a véres dolgokat, úgyhogy ezt mégis kihagytam az egész menetből. Viszont csináltunk nekem egy nagy labort, erről szeretnék majd később beszélni, megvárom az eredményét, hogy megjöjjön, és a kiegészítéseket is hozzá, viszont utána szeretnék nektek erről beszélni egy kicsit, ugyanis szerintem erről még nem túl sokat beszéltem, és szeretném ezt kifejteni majd egy következő videóban, de ezután, hogyha itt készen vagyunk a lovardába, jönni fog egy heggesztő hozzánk a cégtől. A lovardánk nem tudom pontosan, de 12 vagy 3 éves, valami ilyesmi. És ugye a boxokban is van fém, vas, az önitatók is vasból vannak. És hát az idővel megadja magát, úgyhogy most megnézzük, hogy kell-e valamit cserélni, kell-e valamit javítani. Hogyha a tanyán végeztünk, akkor el fogok menni egy boltba, amit nem hiszem, hogy meg fogok nektek mutatni, hogy hova. Egy videómhoz fogok ott vásárolni, viszont nem szeretném lelőni előre a poént. Szerintem egy nagyon érdekes videó lesz, de erről nem mondok most többet. Utána el kell mennem öcsiért iskolába, és megyünk sportorvoshoz. Ez egy olyan dolog, amit szerintem minden sportoló tud, hogy nagyon macerás, nagyon sok idő, általában rengetegen vannak, viszont muszáj megcsinálni, úgyhogy ezt is meg fogjuk ejteni. De az egyik legjobb mai programom, a keresztfiammal fogok elmenni játszóházba. Az Oxóval voltunk már játszóházba fotózni, és ha ciki, ha nem, én így 21 éves fejjel is nagyon élveztem a játszóházazást, viszont egy kis totyogós bébivel szerintem még izgibb lesz, sőt biztos, hogy izgibb lesz. Nagyon sokan vagyunk most nálunk, ugyanis keresztapáiknál átalakítják a házat, és az egész család nálunk van. 5 gyerek van velem együtt a lakásban, és 3 felnőtt, úgyhogy nagyon buli egyébként. Fogok találkozni az egyik barátnőmmel, elmegyünk kávézni. Kezdjük is el szerintem, nagyon sok dolgunk van, úgyhogy nyomjuk. Az itatókat és a boxok aljait leellenőriztük, megvan, hogy mit kell venni, mi az, amit lehet javítani, mi az, amiből új kell, és közben jött egy tűzvédelmi csávó, nem tudom, hogy mi a hivatalos megnevezésük, és kaptunk új piktogramokat, kiegészítettük a tűzoltókészülékeket, hogy mindenhova legyen megfelelő mennyiségű, minden szabálynak megfeleljen. Úgyhogy ez is megvan, és most elmegyünk gyorsan tüzébe, mert venni szeretnék fát az akadályoknak a helyreállításához, javításához, van, amiből újat szeretnénk csinálni, úgyhogy induljunk gyorsan. És még mielőtt elindulok egyébként, nem tudom, ti szeretitek ezeket a mamusz cipő, vagy nem tudom, hogy ezt hogy hívják, ezeket. És ha szeretitek és hordtok, akkor mondjátok el, hogy ti hogy csináljátok, hogy ne csúszson le az oknitok a talpatok közepéig, vagy ha ti is így jártok mindig, akkor írjátok meg, és együttérzően kommentelni fogok nektek, mert én egyszerűen nem bírom elviselni, és annyira irritáló érzés, hogy az oknim a talpam közepén van, hogy jó, induljunk, nem beszélek tovább.
És ahogy láthatjátok, meg is érkeztem. Nem jól mondtam nektek, nem tüzép, van itt egy fakereskedés. És ide jöttem. Nagyapa azonnal tudta, hogy hova kell jönnöm, és meg is van, ez kell itt. Itt vagyok öcsiért az iskola parkolóba, és ha jól látom, már érkezik is, úgyhogy a sportorvostól se fogunk elkésni. Hellóka! Hello! Indulhatunk. Szóval egy nagyon meglepő fordulat, olyan gyorsan végeztünk, ideértünk, és nem volt itt senki. Még a doktornő se. Olyan gyorsan behívtak, hogy időm se volt felvenni, hogy egyáltalán hol vagyunk, vagy mit csinálunk. Megvannak a sportorvosi vizsgálataink, úgyhogy versenyezhetünk tovább. Menjünk tovább és intézzük a dolgokat, mert szóval rengeteg dolog van még, amit el kell intéznünk, és csúszunk a dolgokkal, folyamatosan egyre jobban tolódnak el a programok, de száguldunk és meglepetés helyre viszlek, te még erről nem is tudsz. Helyet cseréltünk a gyerekkel, kihasználom a képességeit és sofőrnek alkalmazom jelen pillanatban. Fogok vásárolni ugye a következő videómhoz, ezt mondtam már nektek a videó elején. És meg fogom mutatni, hogy hova megyek, de azt nem, hogy mit veszek. Amikor az univerzum szabotálja a videót, véglegesen bezárták, úgyhogy következő állomás. Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni, Hódmezővásárhelyen 100 forintos boltot keresnék, és az az igazság, hogy egyet se találok, minden bezárt, úgyhogy ha tudtok, akkor légy írjatok nekem privátba, köszönöm. Meg is érkeztünk, ennyit mutatok meg nektek, innentől pedig majd a következő videómban láthatjátok a részletet. Mit csinálsz? Hány kanállal leszel te? Ki vagy te? Dodi. Hol van Dodi? Ott. Ott van benne. Igen. Keresztanya meg Dodi. Ott van Cleo. Gyere, Cleo. Lassan. És ahogy láthatjátok, meg is érkeztünk. Szia, Dodi. Szia. Hova jöttünk? Játszóházba? Jó. Jó. Mi jó még? Csúszda. Csúszda. Labda. Imádom. Botinak hívják, és Dodinak hívja magát. Hogy mondod, hogy keresztanya? Értitek? Szóval keresztanya. Megyünk be. Megyünk be. Na gyere, mutasd meg, hogy hol kezdünk. Hova menjünk? Oda. Levettük a cipőt. És jövünk játszani. Na mennyi labda van itt? Igen. Hoppá. Gyere. De ügyes vagy. Ne szedd le. Nem szedjük le, ez itt marad. Szia, köszönj. Szia. Labda. De ügyesen tudsz te itt menni. Na itt most mi van, zsákutca? Megtaláltam a csúszdát. Erre. Csúszdázunk? Jó. Még egyszer csináljuk? Lassan így áll. Lenyelted az innivalót? Nem látom. Lássam, lenyelted? Ne verjél át! Szádba van ez innivaló. Látom, hogy a szádba van. Átversz. Nyedd le. Hú!
Dobd ide. Jaj! Hello. Az igen. Off. Hol van az orrod? Hol van a szemed? Hol van a hajad? Hol van a füled? Ott van. És hol van a szád? Ott bizony az az egész a szád. Hogy ugrálsz? Ugrálsz, igen. Köszönjél el? Köszönjél el. Szia! Szia! Ügyes vagy nagyon, büszke vagyok rád. Gyűjtjük a labdákat. Van még? Köszönöm. Nagyon cuki. Mi ez? Labda. Olyan melegen van, nem tudom mikor futottam és másztam és ugráltam ennyit utoljára. Úgyhogy ezért ilyen vörös a fejem és ezért kötöttem fel a hajam. Igen, és Boti pedig helyesen, hogy igen, így van. És ki is nevet, igen. Közben pedig ti ilyenkorra már láttátok a sztorikat, amit a Brodapest Official hivatalos oldalunkra ki is raktunk, így van. Itt vannak a labdák, én is tettem ki sztorit, és az én profilomon képet is találtok rólunk Botival, úgyhogy ha nem láttátok volna még, akkor most menjetek, és a videó után lájkoljátok. Csuklasz! Ezeket is tedd el. Jó. Alig ér le a lába. Szia! Gyere! Nagyon ügyes vagy. Olyan büszke vagyok rád. Kukucs! 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 Nem sokára otthon vagyok, vége a napnak. Egy helyet kettő barátnőmmel is találkoztam, viszont olyan régen láttuk egymást, és olyan jót beszélgettünk, hogy elfelejtettem nektek képet vagy videót csinálni, viszont az is megvolt, és iszonyatosan jól éreztem magam, nagyon hiányoznak a csajok, és az indok pedig, hogy miért a kocsiból jelentkezem be, és majd köszönök el tőletek, ahogy már mondtam, rengetegen vagyunk otthon, és a két kisgyerekkel óriási a hangzavar, úgyhogy nem tudnék nektek nyugodtan videót csinálni és beszélni. Egy valamit elfelejtettem megcsinálni, szerettem volna megmutatni nektek egy könyvet, amit most is olvasok, és nagyon sokat olvastam már, és nagyon sokat foglalkozok vele, viszont ez kiment a fejemből napközben, és ezt ugye már nem fogom tudni megcsinálni, viszont egy következő videómban fogok nektek erről is beszélni. Remélem, hogy tetszett nektek a mai nap, hogyha igen, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, kommenteljetek nekem rengeteget, fogok nektek lájkolni, válaszolni is fogok. A következő videómban pedig találkozunk. Sziasztok!